jött a pálinkám. Add egy üveggel. Hagyd neki. Miért nem a városba ment? Mert elfújta a szél. Hogy fújta volna el? Mert tönkre ment. Hogy ment volna tönkre? Mert minden tönkre ment. Minden leajosodott. De mondhatom magának azt is, hogy mindent tönkretettek. És mindent leajosítottak. Mert itt nem valami isteni kéret forog fenn az úgynevezett ártatlan emberi segédlettel. Éppen, hogy pont fordított a dolog. Az embernek a saját ítéletéről van szó. Mégpedig a saját ítéletéről. És pedig saját maga felett. Amiben persze a Jóisten rendesen benne van. Hogy azt nem mondjam, közreműködik. És amiben közreműködik, nos hát, a legordinárabb teremtés, amit maga csak el tud képzelni. Megrontották a földet, tudja? Hiába mondok magának bármit, mert mindent megrontottak, amit megszereztek. Márpedig egy aljas, sunyi, alattomos harcban mindent megszereztek. Mindent meg is rontottak. Amihez ezek hozzájutottak, azt megrontották. Márpedig mindenhez hozzájutottak. Így ment ez a teljes győzelemig, a teljes diadalmas végig. Megszerezni, megrontani, megrontani, megszerezni. De mondhatom magának másképp is, ha akarja. Vagy hozzáérni, megrontani és úgy szerezni meg. Vagy hozzáérni, megszerezni és így rontani meg. Ez ment. Évszázadokon át. Ment, ment és ment. Csak ez ment. Néha süttyomban. Néha durván. Néha finoman. Néha brutálisan. Ment, ment. Csak ment. De mindig csak egyféleképpen. Ahogy a patkány mar a lesből. Mert tudja, ehhez a tökéletes győzelemhez kellett az is, hogy az ellenfél, hogy mondjam magának, tehát minden, ami kiváló, nagyszerű, valahol, nemes, érti? Ne bocsátkozzon eleve semmiféle harcba. Ne legyen semmiféle küzdelem. Csak az egyik félnek a hirtelen eltűnése. Márpedig a kiválóaknak, a nagyszerűeknek, a nemeseknek az eltűnése. Hogy már ezek a lesből marással győztesek uralják a földet. És nincs egy icike-picike odó sem, ahova el lehetne előlük valamit dugni. Mert minden az övék, ami megszerezhető. Övék az is, amiről azt gondoljuk, hogy talán nem érik el. De elérik. Övék ma már az ég. Övék az összes álom. Övék a pillanat, a természet, a végtelen csend. Még a halhatatlanság is az övék, érti? Minden, minden örökre elveszett. És az a sok nemes, kiváló és nagyszerű, csak áltott, hogy így fejezzem ki magam, csak állt ezen a ponton. És meg kellett, hogy értse, és bele kellett, hogy törődjön. Egy. Se Isten, se Istenek. És ezek a kiválóak, nagyszerűek és a nemesek, már rögtön az elején meg kellett, hogy értsék, és bele kellett, hogy törődjenek. Persze, képtelenek voltak erre. Egyszerűen nem értették a dolgot. Elhinni, elhitték, tudomásul venni, tudomásul vették. De nem értették. Csak álltak ott értetlenül, bele nem törődve. Tudja, még valami? Az a vihar, az ész felől meg nem világosította őket. Akkor viszont már egy csapásra rájöttek, hogy se Isten, se Istenek. Akkor már egy csapásra fölfogták, hogy se jó, se rossz. Akkor már megértették és fölfogták. Ha mindez így van, akkor talán nincsenek már ők sem. Tudja, szerintem ez lehetett az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy kihunytak, elhamvadtak. Kihunytak és elhamvadtak, mint a tűz, ami csak úgy magára hagyott valaki a réten. Az egyik folyamatosan vesztett, a másik folyamatosan győzött. Veszteség, győzelem. Veszteség, győzelem. És nekem egy nap, itt a szomszédban, rá kellett arra jönnöm. Rá is jöttem. Tévedtem. Szomszéd, óriási tévedtem. Mikor arra gondoltam, hogy itt a földön valóban nem volt, és nem is lehetett semmiféle fordulat. Mert higgy el, én már tudom, ez a fordulat
valóban bekövetkezett. Hogyan már? Marhaság.